Sziasztok! Úgy tűnik, már élőben vagyunk. Remélem, mindenki lát, mindenki tudott csatlakozni. Várjuk a bejelentkezéseket, és amíg ez megtörténik, köszöntöm a nézőket. Én Papp Dóra vagyok, az Ahang Platform kampányfőnöke. 3 nap múlva lesznek az önkormányzati választások, egészen pontosan október 13-án újra szavazhatunk, ezután helyi döntéshozókat választunk. Most ezt az adást Crowdcaston közvetítjük. Ez a felület lehetővé teszi nekünk azt, hogy az élő felvételhez, amit most készítünk, online csatlakozzon a közönség és kérdezzetek. A kérdéseiteket kommentben mutatom, konkrétan a képernyő jobb oldalán tehetitek fel. Természetesen a kommenteket moderáljuk, majd a házi rendünket kérjük, hogy mindenki olvassa el. És nagyon szépen kérem, hogy teszteljük ezt a funkciót is, hogyha velem vagytok, kedves nézők, akkor arra kérlek titeket, hogy írjátok meg, hogy itt vagytok, és hogy honnan jelentkeztek, egészen pontosan Budapestről, melyik kerületből, honnan nézitek velünk ezt az adást. És amíg még mindenki megérkezik az adásba, közben nagyon jó, szuper, megérkezett az első komment, ezek szerint a kérdésemet is hallottátok. Köszöntöm Karácsony Gergelyt, akinek egészen pontosan ez a fogadó órája. Megnézzük, hogy hogyan és mikor tud csatlakozni hozzánk. Addig pedig látom, hogy itt van Budakeszi is velünk, itt van a 13. kerület, itt van a 3. kerület, a 17. kerület, Zugló is velünk van. Ferenc. Aj, de jó. Nagyon jó. Ahogy kimondtam, hogy Zugló, egyből megjelentél. Köszöntünk. Én is, és köszönöm a lehetőséget az Ahangnak, és köszönöm, hogy az egész választásban aktívan mobilizáljátok a választópolgárokat, ez nagyon menő dolog szerintem. És ez az első online fogadóórát, hogyha jól tudom. Igen. Remélem tetszeni fog. Én mondhatom, ha megnyerem a választást, akkor polgármesterként is fogok ilyeneket csinálni. Nagyon jó, akkor úgy látszik, hogy akkor ebbe bele kell húznunk, hogy egy nagyon pozitív élmény legyen neked ez. És nézd meg, hogy jönnek folyamatosan a kommentek is, a 8. kerület, Zugló, 23. kerület, 22. kerület, mindenki velünk van, nagyon-nagyon örülök. Kedves nézők, az első kérdéskör, amiben kérdezni fogok Gergelytől, azt még nem is tisztáztuk, igen, hogy tegeződni fogunk az adás alatt, mi az Ahang tagságával tegeződünk, úgyhogy remélem, hogy ez nem probléma senkinek. Tehát az első kérdéskör az a környezetvédelem lesz, klímavédelem, ami most nagyon-nagyon fontos, és elég nagy vihart és kavart folyamatosan, hogy mit lehet tenni ebben a kérdésben, illetve mit lehet helyi szinten tenni. Tehát szerintem az első ilyen kérdés, ami általában az emberek fejében megfordul, hogy igen-igen látom, hogy mi a probléma, meg olvadnak a vecserek, de azért mi az, amit mi itt helyi szinten tudunk tenni, és hát rengeteg dolgot tudunk tenni, mert maga a légszennyezettség is mérhető Budapesten, a forgalmat lehetne csökkenteni, tehát hogy most az első 15 percben azt járjuk körül, hogy Budapesten milyen változásokra van szükség, illetve hát a programod mit mond ezekről a változásokról, és amíg beérkeznek az első kérdések a közönségtől környezetvédelem témában, akkor én fel is teszem az első kérdést, ami az Ahang tagságából már korábban beérkezett, hogy te hogyan szabadítanád meg a szennyező gépjárművektől Budapestet? Van-e erre vonatkozóan bármilyen elképzelésed? Ez valóban a várost elsősorban zöldítenünk kell, másodszorban pedig szolidárisabbá kell tennünk. És a légszennyezettség, illetve a túlzott gépjárműforgalomnak az egyéb környezeti hatásai azok Budapesten azt gondolom, hogy mindenképpen olyan politikát igényelnek, amely kinyit bizonyos tabukat, tehát egy kicsit bátrabban kell, őszintében kell beszélnünk ezekről a problémákról. Ki kell mondanunk azt, hogy Budapesten nincsen lehetőség és nincs ennyi hely ennyi autónak, és hogy alá kell rendelnünk a politikai döntéseinket annak, hogy kiszabadítsuk a várost ez alól az autóforgalom alól, amelynek az egyik nagyon fontos vonatkozása nyilvánvalóan a légszennyezettségnek a drámai helyzete Budapesten. Ugye az fontos tudni, hogy a budapesti autóforgalomnak közel a fele az az agglomerációból beérkező autóforgalom. Sajnos egy nagyon rossz folyamat indult el a rendszerváltás után az agglomeráció, a növekedése, a nagyon sok rossz döntés arra vezette az embereket, hogy Budapest környéki településeken lakjanak.
a fő, sem a lakáspolitika, sem a városfejlesztési politika nem tartotta prioritásnak az, hogy ezek az új lakóövezetek, ezek jó kötött pályás közlekedés vagy tömegközlekedési lehetőségek mentén alakuljanak ki, és a város szerkezetünk is olyan, hogy nagyon nagy mobilitási igényt termel az, hogy a belváros tele van funkciókkal, intézményekkel, és a külvárosok jellemzően inkább alvó városok, és folyamatos mobilitási igény generálnak. Ez az az örökség, amivel szembe kell néznünk. Ugye itt egyszerre kell pozitív és adott esetben negatív összözőkkel élni, de nyilván a pozitívak a fontosabbak. Én azt tartom nagyon fontosnak a közösségi közlekedés fejlesztése szempontjából, hogy a kötött pályás közlekedést fejlesszük, amely részben a villamos hálózat fejlesztését jelenti. Például a budai fonódó mintájára nagyon fontosnak érzem a pesti fonódó hálózat kialakítását, amely meglévő villamos szakaszokat köt össze és integrál, és nagyobb lehetőséget biztosít többfajta kombinációval az átszállásokra. Folytatni kell a járműparknak a cseréjét, és nagyon fontos az, hogy azok a fejlesztések, amelyek a metróvonalok meghosszabbítására tesznek kísérletet, ezeket végig kell gondolni, és forrás szükséges természetesen rendelkezett, végig is kell csinálni. És a következő lépés az, ami nagyon hiányzik Budapesten, az a P+R parkoló építés. Több tízer P+R parkoló hiányzik Budapestről, és nagyon nem mindegy, hogy ezeket hova helyezzük. Azért nagyon fontos beszélni arról, hogy a középpályás közlekedést eléri a város szélét, mert a P+R parkolókat a város szélén kellene kilakítani, az agglomerációs közlekedést meg tudjuk fogni a város szélét. És egy bocsánat, egy kérdés a P+R-hez, hogy ezek ingyenes P+R parkolók, és hogyha igen, akkor mondjuk ebből is, tehát hogy ezeknek a kialakítása milyen mértékben lehetséges, hogy ezt hogy képzeled el? Hát erre sokféle modell van, amelyeket többféleképpen lehet használni. Vannak olyan pozitív tapasztalatok, ahol a P+R parkolás egy szerindi ellenében működik, valahol a, mondjuk a tömegközlekedési bérletek alkalmasak arra, hogy P+R parkoló igénybevételét lehetővé tegyék. Tehát ez az lenne a cél, hogy egy olyan csomagot rakjunk össze, amiben a közlekedők fejével tudunk gondolkodni, és nagyon fontos, hogy mindig emberekről beszélünk, és nem autósokról, meg bringásokról, meg tömegközlekedő emberekről, emberekről, akik közlekedni akarnak a városban, és egy okos város olyan lehetőségeket kínál föl, hogy ők a közösség számára hasznosan módon választani. Én a legjobbnak azt tartanám, hogyha a BKV bérlet tulajdonosok azok ingyenek tudnának P+R parkolni, de legalábbis a P+R parkolásnak a költsége az olyan legyen, ami vonzóvá tesz. És akkor innentől kezdve, hogyha ez megtörténik, akkor érdemes, sőt kell is behajtási díjról beszélni, hiszen egy olyan város, amely jól közlekedhető autó nélkül is, ott a város belvárosban való behajtás az nem magától érthetődő dolog, hanem egy olyan extra szolgáltatás, amiért azt gondolom, hogy lehet adott esetben pénzt kérni, és ezt a pénzt természetesen visszaforgatni a közösségi közlekedés fejlesztésére. Mert ugye ez egy fontos kérdés, és nem szeretném megkerülni, biztosan szembe jött volna akkor is, hogyha itt tennénk, ez a bizonyos behajtási díj vagy dugódíj. Én itt a stockholmi példát tudom javasolni Budapest számára, ami arról szólt, hogy volt egy széleskörű társadalmi diskurzus arról, hogy ez hol legyen, hol legyenek a határok, mi legyen a díjszabás, mi legyen az algoritmus, hol ez ki van vetve. Elindult a rendszer, és aztán egy helyi népszavazás ezt meg is erősítette. Én azt gondolom, hogy ennek az irányába lépnünk kell, és az nagyon fontos, hogy fokozatosan kell szigorító intézkedéseket foganatosítanunk a nagyon nagy légszennyezettségi kibocsátó régi dízelautók kiszorítása érdekében. A belvárosban el kell kezdenünk tiltózónak az létrehozni, ahol ezekre az autókon nem egyáltalán bejönni. És hogyha ezeket mind végigcsináljuk, akkor szerintem egy nagyjából egy 10 éves program, tehát 2 önkormányzati ciklus valószínűleg kell hozzá, de akkor jelentős mértékben lehet csökkenteni a gépjármű forgalmat, ezen keresztül a légszennyezettséget, az zajszennyezettséget, és van mód arra, hogy a belvárosban helyeket találjunk a parkoló autók helyett zöldítésre, amely szintén elengedhetetlen igénye egy 21. századi városnak. Ehhez kapcsolódik egyébként egy közönség kérdés, ami arról szól, hogy vannak-e tervek, szabályozási ötlet az alternatív autót kiváltó elektromos közlekedési eszközökkel kapcsolatban. Ilyen például az elektromos roller, egyfélekű szegvény, tehát hogy ezek be vannak-e beépítve, vagy be lesznek-e beépítve, vagy hogyan képzelhető el ez, bármilyen módon lehet ezt támogatni? Abszolút, tehát nagyon sok olyan új mobilitási lehetőség van, amelyet ma még kicsit idegenkedve fogad a várospolitika, nem tudja, hogy mit kezdjen vele. Van is ezzel baj egyébként, hiszen ezek például az új elektromos rollerek, azok olyan sebességgel lehet velük közlekedni, ami balesetvédelmi szempontból egy csomó kérdés kinyit, de... Nincsenek szabályozva konkrétan.
nincsen szabályozva, és nem is olyan egyszerű, hogy akkor mik a jó szabályozók. Szerintem erről kell egy társadalmi és szakmai párbeszéd. De a lényeg az, hogy minden mobilitási eszközre, amely fenntartható, tehát például, tehát amely nem szennyező környezetet és kis helyen elférő járműveket jelent, és egy nagyobb fajta mobilitást, ezekre mindig, mint lehetőségre kell gondolni, ahogy az autómegosztó rendszerekre is lehetőségre kell gondolni, az elektromos autózásra is, miközben az egy érdekes szakmai vita, hogy ezeknek az ökodag lányoma valójában kisebb vagy nagyobb, mint a hagyományos autóké. Ez egy érdekes vita. Biztos, hogy a zajszennyezettségük például sokkal kisebb, és a városban egyébként szerintem a zaj legalább annyira fontos környezeti teher, vagy hasonló fajsúlyú környezeti teher, mint a légszennyezettség. A lényeg az, hogy ezek az új közlekedési eszközök, ezektől nem félni kell, hanem ezt be kell integrálni. Én például el tudom képzelni, hogy szintén ennek a csomag részeként, hogy a közösségi közlekedés használók számára legyenek valamilyen kedvezmények, vagy akár maga a főváros is, amely elindított egy közbringa rendszert, amely sajnos nem vált be, de a közbringa ettől még egy szuper dolog, is kell csinálni. Merre lehetne ezt elektronikus orrolettel is továbbvinni, nem feltétlenül önkormányzati vállalkozás keretében, de miért ne tudná megrendelni mondjuk a főváros az, hogy ilyen eszközöket is lehessen alkalmazni azoknak, akik hozzájárulnak a közösségi közlekedés költségeihez. Leginkább azzal, hogy vesznek egy éves bérletet, és akkor erről hagyj beszéljek még egy fél mondattal. Nagyon fontos az, hogy arra ösztökeljük az embereket, hogy egész évben érvényes bérletük legyen, mert akkor mindig az az alap, az a default, hogy úgy mondjam, az az alaphozzáállás, hogy a tömegközlekedést én már kifizettem, tehát lehetőleg azt fogom használni. És hogyha van elektronikus jegyrendszerünk, az még egy lépés arra, hogy egy rugalmasabb módon tudjuk beilleszteni az emberek életébe. Természetesen nem ide tartozik, de azért egy éves bérlet, ez egy eléggé megterhelő dolog egy háztartásnak, mondjuk egy 4-5-ös háztartásnak ma Magyarországon. Szóval hogy erről biztos, hogy biztos, hogy részletesebben kellene erről beszélni ahhoz. Igen. Én azt gondolom, hogy itt két irány van. Az egyik az, hogy meg kell próbálnunk csökkenteni ennek az árát. Másrészt pedig, hogyha nem van elektronikus egy rendszer, akkor nagyon könnyen megoldható az, hogy ez egy részletfizetés legyen, tehát ne kelljen egyszerre kifizetni ezt az egész összeget, csak hogy köteleződjenek el az emberek, hogy ha a részletekben is, de kifizetik ennek az árát. Ez egy nagyon fontos receptje volt a bécsi város politikának, és ott Bécsben a bécsi polgárok 70%-ának éves bérlete van, Budapesten ez a szám elenyésző. Sokkal kevesebb, igen. Egyébként, hogyha már légszennyezettség, még így egyetlen kérdés erejéig foglalkozunk ezzel, mert hogy az AHANG is a legrövidebb munkacsoport nemrég rendelt meg méréseket, amíg bebizonyították, hogy nagyon szennyezett a Dunapart levegője, tehát ez egy ilyen kiemelt téma volt nálunk petíciós szinten is. Viszont Arlós István szerint ez nem főpolgármesteri hatáskör, hogy tudsz-e vagy hallottál-e erről a dunai szennyezésről, légzaj szennyezésről, és szerinted lehetne főpolgármesterként tenni valamit ebben a kérdésben? Nekünk valójában ezek a hajók is nagy kérdések, tehát hogy a szabályozás, forgalomszabályozás, bármi. Tarlós István mindig elmondja, hogy mit miért nem lehet. Én meg elmondom, hogy szerintem mit kéne csinálni. Egyrészt, erre vagyunk kérdésre. Ebben a helyzetnek a kialakulásában, amit én ismerem ezeket, vagy követtem a méréseiteket, és köszönöm a Greenpeace-nek is a munkáját ebben veletek együtt, mert egy nagyon fontos, hogy legyen társadalmi visszajelzés a légszennyezettséggel kapcsolatosan, ugyanis a smog az egy rendkívül alattomos gyilkos, hiszen nem látszik. Ha láthatóvá tudnánk tenni, akkor sokkal inkább ki tudnánk váltani a társadalomnak a felelősségérzetét ebben az ügyben, és ezért nagyon fontos, hogy legyenek mérések, és ezeket kommunikáljuk. Ami pedig a Dunát illeti, ugye a legnagyobb szennyezők azok a BKV által üzemeltetett hajók. Tehát ott például lehetne a fővárosnak mit tennie, hiszen ezek nagyon helyes, hogy van közösségi közlekedés a Dunán egyébként, ez egy jó irány és jó ötlet, de nem törvényszerű, hogy ilyen kohószökemény régi hajók, amelyek borzasztó büdösek és ugye rengeteg gázolajat fogyasztanak, hogy ezekkel szállítsa a Budapest közlekedésvállalata a budapesti utasokat, és egyébként pedig azt gondolom, hogy el kell érni azt, hogy sokkal szigorúbb standardeket használjanak a vízi közlekedésnél, tehát el kell érni azt, hogy csak korszerű motorok közlekedhetessenek a Dunán. Azt gondolom, hogy ez egyáltalán nem egy ördöglakat, tehát ez nem egy óriási szabályozási kérdés, és ugye a vízi közlekedés kapcsán a borzasztó baleset, ami nemrég történt ugye a Dunán, ugye a turistahajók szabályozása kapcsán is azt gondolom, hogy újra kéne gondolnunk. Én nem tartom helyesnek önmagában azt, hogy ezek a luxus szállodahajók ezek a belvárosban állnak meg. Jellemzően az agregátoraikat használják, ezáltal szintén zaj és légszennyezettséget is okoznak.
az Európai Nagyvárosok túlnyomó többségében ezek a hajók a külvárosban állnak meg, és valamilyen olyan közösségi közlekedési végpontnál, onnan be lehet jönni a városba, meg lehet csodálni, az egyáltalán nem magától érthetődő, hogy bármilyen sokat is fizet egy turista egy ilyen hajón, szálloda hajóért, hogy feltétlenül a Dunapart legfrekventáltabb helyén kell kikötni. És ez nem azért, mert sajnáljuk tőlük ezt a látványt, de hát ezek a hajók nem alkalmasak arra, hogy a városban furikázzanak, és arra még végképp nem, hogy egész éjszaka mondjuk hajtsák az agregátoraikat, és ezzel szennyezik a környezetünket. Valóban, és ez nem csak a Dunapart, illetve a Dunaparti kerületek lesznek élhetetlenek, hanem így valójában az egész város csak kihatással van. Egy kicsit fogósabb kérdésre térünk át, nagyon fut az időnk, és hamarosan át kell térnünk a lakhatásra. Ezt mondom is a kedves nézőknek, hogy a következő tématerület, a hamarosan következő 15 percünk a lakhatásról szól majd, de előtte feltennék egy kérdést a szelektív hulladékgyűjtésről, ami szintén a nézőktől érkezett. Milyen módon látod a szelektív hulladékgyűjtés jövőjét, milyen irányokat, milyen konkrét lépésekkel fejlesztenéd majd a szelektív gyűjtők hozzáférhetőségét? Vannak alternatívák, bármi, ami... Igen. Azért is jó ez a kérdés, mert az egyik ritka alkalom, amikor az ember meg tudja dicsérni a főváros elmúlt 9 évét, mert a házhoz jövő szeretik hulladékgyűjtés szerintem egy viszonylag jól sikerült projekt. Az más kérdés, hogy az FKR jelenlegi finanszírozási problémái, amelyek a Kuka Holdingnak fűnnek össze, ugye sokszor fennakadásokat okoznak ebben a rendszerben. Én sajnos kerületi polgármesterként nagyon-nagyon élesen érzékelem azt a helyzetet, hogy sajnos a szelektív hulladékgyűjtőknek a közterületen való jelenléte, azok gyakorlatilag generálják az illegális hulladéklerakást, és egy óriási küzdelem gyakorlatilag a lakosság felől egy óriási igény volt mindig rajtunk, hogy megszüntessük ezeket a gyűjtőhelyeket, és ugye ma már csak az üvegnek a gyűjtését szolgálják jellemzően ezek a közterületen gyűjtők, és ott is van ez a probléma, úgyhogy ez egy nagyon... Mi gondolok fel egyébként, tehát nekem 10 percet, 15 percet kell gyalogolnom azért, hogy találjak egy üveg visszalát. Ez a rendszer, tehát valószínűleg eljárt az idő a közterületen való szelektív hulladékgyűjtés felett. Hál' Istennek a szelektív hulladékgyűjtés egy részét ugye a házhoz jövő hulladékgyűjtése megelőzi. Van még azonban nagyon fontos dolog, amit meg kell oldanunk. Egyrészt a veszélyes hulladékok begyűjtése és az üveg begyűjtését át kell gondolnunk, hogy ezt milyen formában tesszük meg. Ugye hiába gyűjtjük olyan a papírt és a műanyagot, a nagyon-nagyon veszélyes hulladékok, amelyek a háztartásomban is képződnek, elemek, elektronikai cikkek, mások, ezeknek a begyűjtése nincsen megoldva, és ez szerintem egy óriási probléma. Nagyon fontos, hogy főleg a kertvárosi részekben a komposztálás népszerűsítő, erősítő, azt támogató projekteket kell indítanunk. Nagyon jó, hogy vannak ezek a zöld hulladékzsákok, de valójában a legjobb lenne, hogyha a helyben létrejött zöld hulladékot helyben tudnánk komposztálni a háztartások, és ehhez kell egy kultúraváltást véghez vinni. Mi Zuglóban itt indítottunk egy komposztprogramot, csordog áll, de nem tört még át, pedig ez nagyon fontos lenne, hogy ne kelljen a zöld hulladékot feltétlenül elszállítani, hiszen ennek is van egy körzeti terhe. Ehhez az önkormányzatok például azzal hozzá tudnak járulni, hogy a nagyobb zöld hulladékoknak a darálásában, a szecskálásában részt vesznek. Ez is egy nagyon fontos, a kertvárosi részben egy nagyon fontos dolog. És még egy dolgot, hogy a lomtalanításnak ez a rendszere szerintem borzalmas. Megint gyakorló polgármesterként tudom ennek az összes problémáját, és ráadásul nem csak fenntarthatósági szempontból rossz, hiszen óriási teher a környezetnek, amikor kirakunk ennyi szemetet, ráadásul ugye jellemzően ilyenkor megjelennek az illegális hulladéklerakók, és akkor elöntik a kerületeket, hanem ez szociális szempontból is nagyon erősen vitatható, hogy ez a legjobb dolog, hogy kidobálunk minden az utcára, és aztán azokat az úzógép összetöri. Elindult már az FKF abban az irányban, hogy olyan telephelyeket hozott létre, ahol lehet adni háztartási dolgokat, amik még valakinek hasznosíthatóak lehetnek. Például itt a 15. keretben is van egy ilyen központ, ilyenből sokat kellene, és ennek a kultúráját kialakítani. Nem akarok mindig Bécsre példálózni, de ugye viszonylag közel van hozzánk, ezért sok mindent ott jobban érdemes megfigyelni. Ott rengeteg olyan nem is tudom, minek nevezzem, ezt ilyen kvázi turkáló van, ahol használati tárgyainkat el tudjuk vinni, és gyakorlatilag ilyen adományboltként működő módon nagyon-nagyon szerény összegért ezeket aztán később mások meg tudják vásárolni, vagy pedig meg tudják kapni. Rajtban nagyon sok mindent kidobunk a szemétbe, ami valójában tulajdonképpen egy fontos érték lehet. Nekem a kedvenc
Például az, hogy én egy lomtanításon Szegfő Gyula a Három nemzedék című könyvének eredeti kiadását találtam meg egy kidobott dobozba, kb. 100 000 forintot ér, most nem, ez az én személyes példám, de tényleg óriási értékeket dobunk ki a kukába a lomtanítások során. Tehát akkor ajánlod mindenkinek a lomtalanítást. Van még kérdésünk egyébként a zöld területek védelmével kapcsolatban, de akkor én ezt majd az infrastruktúra fejlesztések részbe fogom átvezetni, és most akkor lassan áttérünk a lakhatásra, elnézést mindenkitől, mert lejárt az időnk, a 15 percet szeretnénk tartani, hogy ne húzzuk az adást nagyon. Az átvezetésbe pedig nagyon szeretném elmondani, remélem, hogy mindenki hall, mert itt a kommentekben én is olvasom, hogy valamiért a hangom nem teljesen tökéletes, de remélem ez már javult. Hogy a következő részben kérek mindenkit, hogy küldjétek a lakhatáshoz kapcsolódó kérdéseket, és addig is, amíg egy perc pihenőt hagyunk Gergelynek, akkor azt kérném, hogy azt szeretném ajánlani mindenkinek a figyelmébe, azt az új oldalunkat, a mozdulj.ahang.hu-t, ahol, hogyha valaki a környezetvédelem, klímavédelem miatt megy el szavazni vasárnap, megoszthatja az ismerőseivel, ez egy olyan applikáció, ami mobiltelefonról érhető el, és egy egyetlen kis kép megosztásával bármely ismerősötöknek küldhetitek, hogy a vasárnapi szavazás az nektek azért fontos, mert az élhető környezetért szeretnétek tenni. Két kattintás egyébként Messengeren, bármilyen e-mail üzenetben, egyéb applikáción keresztül továbbíthatjátok. Fontos elmenni szavazni vasárnap. Térjünk át a lakhatásra, ez a programodban egyébként kiemelt helyet foglal el, és vasárnap volt a lakásmenet, ahol az egyik ilyen kérdés, illetve hát számomra nagyon feltűnő volt, amikor a tömeg azt skandálta, hogy az Airbnb-ket ki kell tiltani Budapestről, vagy hát legalábbis változás kell ebben a kérdésben. Ez érint mindenkit, fiatalt, időst egyaránt, és számomra az az első nagy kérdés, hogy ehhez a kérdéshez bármilyen szinten hozzá lehet-e nyúlni. Muszáj hozzányúlni. Két probléma van. Az egyik önmagában az Airbnb által létrejött jövedelmeknek a megadóztathatósága, hiszen jelenleg tulajdonképpen ez egy láthatatlan jövedelem is lehet. De a nagyobb probléma szerintem nem ez, hanem az, hogy miközben Budapesten a lakásárak drámai mértékű növekedésének és a lakáskrízis kialakulásának ezer oka van, az Airbnb ezek közül egy fontos elem. Nyilván az összes többivel érdemes foglalkozni, és az Airbnb szabályozása azért önmagában nem oldja meg ezt a problémát. De én azt gondolom, hogy erről kell egy szinten egy társadalmi vitát indítani. Én szabályozáspárti vagyok, tiltáspárti azt hiszem, hogy nem, de valamilyen olyan szabályozás, amely valamilyen értelmes limitet húz, például hogy az év hány napjában lehet egy lakás rövid távú kiadásra használni. Szerintem ez egy megfontolandó javaslat. Az is egy megfontolandó javaslat lehet, hogy esetleg ezeknek valamilyen kvótáját kilakítjuk a város különböző pontjain. Az biztos, hogy azt gondolom, hogy kell valamilyen felső plafont húzni az Airbnb használat felett. Tényleg, amíg emberek utcán élnek, addig ne használjuk szállodaként a lakásainkat. És az is egy másik probléma, hogy az lenne a helyes, hogyha közvetlenül az Airbnb szolgáltatón keresztül a vonatkozó adókat is egyből le lehetne vonni, és akkor egyszerűbb lenne az adóbevallás, és automatikussá válhatna. Szerintem ezekre is mindegyikre vannak jó nemzetközi példák. Jó, pont ehhez kapcsolódik a következő kérdés, hogy a főváros feladatának tartod-e azt, hogy a lakbér maximalizálva legyen, ugyanúgy, mint a Berlinben. Megoldható ez? Hát fővárosi szinten, a főváros ilyen jogszabályt nem tud hozni. Én nem szoktam magyarázkodni, mit lehet, mit nem lehet, de nyilván kezdeményezni lehet ilyesmit. Nagy szakmai vita van arról, hogy a lakbérplafon az tulajdonképpen milyen hatással lenne valóságosan az albérlet piacra. Ne felejtsük el, hogy Magyarországon a jellemzően ez a szürke gazdaságnak a része. És ha ilyen típusú szabályozatokat hozunk, akkor tulajdonképpen még inkább egy jobb bizonytalan szférába visszük át az albérlet piacot. Szerintem nagyobb társadalmi hasznossága lenne annak, hogyha az albérlet piacnak a jobb biztonságát tudnánk erősíteni. Nekem a programomban éppen ezért szerepel például a lakásvédelmi ombudsmannak az intézménye, tehát hogy legyen vagy szereplő, aki elsősorban persze a bérlői oldalon, de adott esetben a tulajdonosi oldalon is meglévő bizonytalanságokat segít kisimítani, mediálni, olyan szerződés mintákat kialakítani, amelyek biztonságot nyújtanak mind a bérlőnek, mind a tulajdonosnak. És az is egy fontos szempont, hogy az önkormányzat
be tudjon lépni az üresen álló magántulajdonban lévő lakások hasznosítása érdekében a lakáspiacra, azzal, hogy létrehoz egy ilyen lakásügynökségi rendszert. Mi ezzel próbálkoztunk Zuglóban, megmondom őszintén, kicsi volt a lépték ahhoz, hogy ezt el tudjuk indítani, és nagyon újszerű ez az elgondolás, de végső soron az eddigi tapasztalataimból is az következik, hogy nagyon sok lakástulajdonos azért nem adja ki akár éveken keresztül a tulajdonon lévő lakást, mert egyrészt vagy nincsen pénze felújítani, vagy nem akar ezzel bajlódni, de nagyon sokszor nem szívesen adja ki, mert úgy érzi, hogy bizonytalanság alakul ki, nem fogja tudni majd kirakni a lakót, vagy bármi más miatt tulajdonképpen saját magával és a közösséggel is önkéntelenül, de mégiscsak egy mindenkiük számára rossz döntés hoz. Hogyha az önkormányzat belép ebbe a piacba, akkor szerintem sok ezer budapesti lakást lehetne bevinni a magyar albérletpiacra, azáltal az önkormányzat bérli ki a lakást, és ő adja tovább egy rászoruló bérlőnek. Ez is része annak a programnak, amelyen én azt szeretném elérni, hogy a budapesti lakásállománynak azt a 4%-os részét, amit közösségi lakásszektornak lehet nevezni, ezt 10 év alatt 10%-ra emeljük, részben a szociális lakásügynökséggel, részben non-profit lakásépítés támogatásával, co-housing, szövetkezeti lakásépítési projekteknek a támogatásával, például azzal, hogy a főváros bizonyos vagyonelemeit beviszi ezekbe a lakásszövetkezetekbe, és bérlakásokat. Milyen vagyonelemek ezek? Bocsánat, mert hogy pont ilyen, ehhez elnézési közbe vágtam, csak hogy pont ehhez érkezett kérdés, hogy az üres lakások felújításába bevonná a civil tapasztalatokat, és hogy akkor ez azt jelenti, hogy ez a vagyon, amire gondoltál, tehát ez az önkormányzati rész, vagy ez teljesen más jelent? Nem, ez most azt jelenti, hogy új lakások építésénél mindig for profit beruházókban gondolkodunk. Ez egyáltalán nem magától érthetődő. Összeáll egy lakásszövetkezet, akkor ő non-profit alapon is tud új lakásokat létrehozni, és az önkormányzat mondjuk bead egy üresen álló telket egy ilyen projektbe, akkor a lakásszövetkezet része lesz, és a tulajdonával egyenértékű tulajdon kap vissza a felépülő lakásból. Nagyon sok ilyen nyugat-európai példa van, amikor egy önkormányzat mondjuk egy régi gyártelepet átadott egy ilyen projektre. Nagyon fontos az, hogy ne csak mindig for profit vállalkozásokban keresjük a partnerséget, hiszen a magyar építőipar most annyira fölfutott az állami megbízások miatt, hogy csillagászati árok vannak. És nagyon fontos, hogy kell önkormányzati bérlakásokat is építeni, a régiet felújítani. Mi Zuglóban nagyon sok lakásfelújítást csináltunk civil szervezetekkel közösen, nagyon hálásak vagyunk nekik azért, hogy ebben partnerek voltak. Nagyon sok önkormányzati lakás áll üresen, egy részük szanálandó, nagyon rossz épületben, de egy részük még felújítható állapotban, és az is nagyon fontos, hogy kell építeni új bérlakásokat. Nagyon boldog vagyok, mert nemrég jártam Brüsszelben az Európai Bizottság új biztos jelöltjével, aki a szociális és a foglalkoztatási portfóliót vinni, és ő neki ez az elsődleges prioritása az elkövetkező költségvetési ciklusra, hogy legyen európai szintű bérlakás program, mert bár Budapesten egészen drámai a helyzet, de nagyon sok nyugat-európai nagyvárosban sajnos hasonló a szituáció. A fiatal munkakezdő családalapító állampolgároknak a nagy többsége számára a lakás szerzés, vagy egy családi fészek kialakítása az ma már nem egy reális elképzelés, és az albérlet árak pedig drámai mértékben nőnek, nagyobb mértékben, mint a fizetések. Ezért van az, hogy Budapest is hiába egy olyan hely, ahol viszonylag jól lehet keresni, az albérlet árak elviszik azt a pluszt, amit itt a fizetésekkel meg lehetne kapni. Na, most akkor pont ehhez kapcsolódik, mármint a fiatalokhoz kapcsolódik az, hogy a karrier az életük kezdetén mi az, amit még lehetne. Egy kérdés érkezett ehhez, hogy milyen egyetemisták, tehát hogy minden egyetemistának kollégiumi helyet kellene biztosítani, és ehhez kellene kezdeni kollégiumokat építeni. Erről mit gondolsz? Ezzel teljesen egyetértek. Mondjuk ez nem egy speciálisan önkormányzati feladat, hiszen az önkormányzatok dolga elsősorban a saját polgáraiknak az érdekeinek a képviselete, és ugye jellemzően egyébként a kollégiumokban nem budapesti gyerekek laknak, vagy srácok, nyilván aztán majd budapestiek lesz egy jelentős részük. Én ezt nagyon nagy elmaradásban vagyunk itt, nagyon remélem, hogy az elkövetkező években a kormány fölismeri azt, hogy ez a folyamat elinduljon. Egyébként itt is vannak üzleti szereplők, akik látnak ebben fantáziát, csak azért azt látunk kell, hogy a piaci alapon építendő kollégiumi helyek, azok nyilván sokkal drágábbak lesznek, amik az államnak kéne építenie. Az önkormányzat ebben tud partnerséget kialakítani, de hazudnék, ha azt állítanám, hogy látom annak a pénzügyi lehetőségét, hogy maga a főváros építsen diákszállókat Budapesten, ezt az államnak kellene megtenni.
hogy ha nagyon őszint akarok lenni, akkor az állam fővárosi beruházásai közül én nagyon hosszú listát tudok mondani, az, ami szerintem káros, és kifejezetten ellenzem, de például a diákváros építését Csepelen, az szerintem az egy jó ötlet. Remélem, hogy az megvalósul, az összes többit pedig remélem, hogy elfelejtik. Kicsit térjünk vissza az üres önkormányzati lakásokra, és érkezett kérdésehez köthetően is, illetve hát a civil részvételre, illetve a civil tapasztalatokra, tehát hogy mik azok a példák, amiket ismersz, illetve van-e bármi olyan modell értékű kezdeményezés, amit követhetőnek tartasz, illetve együttműködésre lesz-e mód ezzel kapcsolatban, illetve még egy kérdés, hogy az üres önkormányzat tulajdonú lakásokat tervezed rászoruló szegényebb emberek számára a korrektebb feltételekre használatba adni. Tehát, hogy van-e erre valamilyen elképzelés, hogy ami már meglévő, tehát nem építendő, nem új fejlesztés, hanem meglévő helyiségekről beszélünk. Az üresen álló lakások, önkormányzati lakások, azok nagyon nagy mértékben kerületi tulajdonban vannak. A fővárosnak viszonylag kevés önkormányzati lakása maradt. Tehát a budapesti önkormányzati lakásnak több mint a 90%-a kerületi kézben van. Jellemzően a kerületi polgármestereknek kéne máshogy hozzáállni ez a kérdéshez. Sok helyen az az embernek az érzése, hogy tulajdonképpen egy kvázi lakosságcserét szeretnének azzal elérni a kerületi városvezetők, hogy visszatartják az üresen álló önkormányzati bérlakásokat, és ezáltal tulajdonképpen ellehetetlenítik azt, hogy rászoruló vagy szegény családok a kerületükben lakjanak. Számos kerületben kifejezetten ez a Fidesz politikájának a lényege. A főváros lakásállománya az viszonylag ebben az értelemben jobb állapotban van. Tehát ott én amennyire ismerem a számokat, és sajnos megmondom őszintén, inkább csak hallomásból tudom ezeket, mint valódi adatokból, de többé-kevésbé a budapesti lakásállomány az ilyen szempontból működik. Viszont amit a kerületeknél, hiszen végül is egy kerületi kampány vezetője vagyok, ahol közösen dolgozunk a kerületi polgármesterekkel, minden ellenzéki polgármester jelölt programjában ott van a lakhatásnak a megoldása és az üresen álló lakásoknak a felújítása, és ebben egyébként a civil szervezetek bevonása az egy rendkívül hatékony módszer. Még azt is mondhatom, hogy költséghatékonyabb, hiszen a civil szervezetek rengeteg önkéntes munkát hoznak be, rengeteg társadalmi civil felajánlást hoznak be, és tulajdonképpen összességében sokkal olcsóbban meg tudják csinálni ezeket a feladatokat, mint maguk az önkormányzatok. Ezzel nyilván nem kell visszaélni, de ezzel azért lehet élni, mi nagyon sok lakást van. Fejben mondom, olyan 10-15 lakást újítottunk föl ilyen típusú partnerséggel, és nagyon hálásak vagyunk többek között a Habitat for Humanity-nek, vagy a Nyugodt Szív Alapítványnak, vagy más intéző szervezeteknek, akikkel közösen dolgoztunk ezekben az ügyekben. Hogyha már ezekről a szervezetekről beszélünk, van egy utolsó kérdés, amit szintén szeretném most behozni ide. Az, hogy főpolgármesteri hatáskörben hogyan lehet tenni a hajléktalanság, vagy mit lehet tenni pont a szociális bérlakásokkal kapcsolatban szokott lenni kérdés, hogy a hajléktalan emberek segítéséért mit lehet tenni, vagy hogyan lehet szabályozásokat változtatni? Nagyon fontos kérdés, mert egy kicsit szimbolikus kérdésé is vált. Azáltal, hogy a Fidesz politikai működése ugye mindig újabb és újabb ellenségeket keres, és egy időben a hajléktalan emberek váltak ellenségé, és ez nagyon megnehezítette azt, hogy ezzel a nagyon súlyos társadalmi problémával szakmai alapon és a humanizmus alapján tudjunk foglalkozni. Valóban, ugye az utcai, vagy az éjszakai szálláshely biztosítása az a fővárosi önkormányzat feladata, a más feladatok az utcai szolgálat pedig jellemzően a kerületeké. Én azt szeretném ezzel a kapcsolatosan mondani, hogy nagyon fontos, mi világosát tegyük, hogy nem a hajléktalan emberek ellen, hanem a hajléktalanság ellen kell küzdenünk és dolgoznunk. Ezért a mindenféle rendészeti megközelítés vagy diszkrimináció az számomra elfogadhatatlan, és erről a döglőtúlról le kell szállni a politikának, és máshogy kell ezzel a dologgal foglalkozni. És attól pedig tényleg kitépem a hajam, amikor a fideszesek erre azt mondják, hogy akkor én védem az utcai hajléktalanságot, mint jelenséget. Nem erről van szó, azt szeretném, hogyha senkinek nem kéne az utcán élnie. És mit kell ezek érdekében tenni? Az a legnagyobb probléma, hogy Budapesten gyakorlatilag a hajléktalan szállók jelentik az egyedüli lakhatási formát azoknak az embereknek, akiknek nincsen lakhatásuk és nincs annyi jövedelmük, hogy az albérlet piacon lakhatást szerezzenek. És azok a köztes formák, amelyek segítenék
többek között a hajléktalan szállók túlzsúfoltságának a csökkentését, részben valami fajta valóban az legminimálisabb emberi méltóságot és a komfortigény kielégítő lakatási formák kialakítása érdekében el tudnánk lépni, az lenne az igazi jó irány. Tehát olyan köztes formákat, olcsó szobabérleteket, munkásszálló jellegű lehetőségeket kell létrehozni, hogy azok a hajléktalan emberek, akiknek ezért többségében van valamilyen jövedelmük, ami persze nagyon szerény jövedelem, de legtöbbjüknek nem az a problémája, hogy ne tudna valamilyen olcsó szállást megfizetni, hanem az, hogy nincsenek ilyen lehetőségek. Tehát ezeket a köztes formákat kéne erősíteni elsősorban, ezáltal csökkenne a teher a hajléktalan szállókon is, és ezáltal ezek a hajléktalan szállók is kevésbé túlzsúfoltan alkalmasak lennének arra, hogy azok, akik ma inkább az utcát választják a szálló helyet, azok inkább mégis a szállóba menjenek, főleg akkor, amikor krízis időszak van, hiszen akkor gyakorlatilag életveszély az utcán tartózkodni. Jó, igen, ez egyébként egy nagyon-nagyon fontos kérdés, és főleg most a téli időszakban kellene rettentő gyorsan lépéseket tenni ebben. A kérdés, még két kérdésem van, hogy az egyik szintén ehhez kapcsolódik, hogy az aluljárók téli bezárását meg fogod-e akadályozni? Tud-e ebben a főpolgármester? Nem akarom eljogászkodni, jelenleg ez egy kormányrendeletben van. Én ezt egy nagyon rossz üzenetnek gondolom, de megmondom őszintén, hogy én nem... Azért nem akartam erről vitát nyitni, mert akkor megint azon vitatkozunk, hogy le kell zárni az aluljárót, vagy nem, miközben ez egy ugyanolyan megszorító típusú lépés, ami nyilván nem oldja meg a problémát, lefébb arrébb rakja néhány száz méterrel. Én ennek kevés értelmét látom, és hát főleg azt tartom felborítónak, hogy csupa olyan intézkedés azon jár az agya a döntéshozóknak, hogy akkor hogyan tüntetjük el a hajléktalan embereket, és nem azon, hogy hogyan biztosítunk nekünk lakóhelyet. A közterületen lévő életvitelszerű tartózkodásnak a tiltása az is csak arról volt jó, hogy azok az emberek, akik az utcán éltek, azok elbújtak valahol máshol. Jellemzően egyébként a szociális munkások ezért nem találják őket, és ezért sokszor az életükkel fizetnek. Egy szó, mint száz, én ezzel nem értek egyet. Nem akartam ebből a nagy politikai vitát kiváltani, mert nem akartam az ő kottájukból játszani ebben az ügyben, de azt gondolom, hogy ez egy értelmetlen intézkedés. Akkor viszont nagyon gyorsan térjünk át az utolsó kérdésre, ami szintén a közönség kérdés, hogy hogyan képzeled el a Tiborc adó bevezetését, amikor a főváros nem vethet ki ingatlan adók, csak a kerületek. Hát tényleg megtehetted volna, miért nem vethetél ki Tiborc adót? Ez egy teljesen jogos kérdés, abban az értelemben, hogy mindig is elmondtam a programom során, hogy ez a kerületekkel közösen működik. A jelenlegi jogszabályok persze lehetővé teszik, ha a kerületek nem élnek bizonyos adó kivetésével, és a főváros számára ezt lehetővé teszik, akkor a főváros is ki tudja vetni ezeket az adókat. Mi ennek a koncepcióján sokat dolgoztunk. Én már nem akartam itt a zuglói polgármesterségem végén ebben elindulni. Ráadásul Zuglóban ez inkább egy szimbolikus lépés lenne, mert az összeg határa, amit meghúztunk, ez az 500 000 forint, ilyen lakásból azért kevés van Zuglóban, ez nyilván más kerületeket jobban érinthet. De azt gondolom, hogy kell bővíteni az önkormányzatok saját forrásait, és ezeket a forrásokat célzottan kell felhasználni, tehát nekem az az elképzelésem, a kerületekkel közösen, vagy a kerületek révén kivetett Tiborc adóból jó bevételeket, a lakhatási problémák orvoslására kell használni, és ez olyan kerületekben is létező probléma, ahol egyébként bőven vannak olyan értékes magáningatlanok, amelyek ennek az adónak a tárgyát képezhetik. Én nem vagyok egyébként annak híve, hogy általában a lakott ingatlanokat adóztassuk, csak kifejezetten a nagyon magas érték esetében lenne ez így. Ott éri meg ezt az adót kivetni, mert ott viszonylag könnyű is beszedni ezt az adóformát. Tehát erre abszolút van jogi lehetőség, és sosem mondtam más, mint amit a kérdező jogban kérdez, hogy ez a kerületekkel együttműködésben lehet csak. Jó, tehát ez is egy következő kérdés. Jó, át fogunk térni nagyon gyorsan az infrastruktúrális fejlesztésekre, mert pont a most érkező kérdések is egy része ahhoz kapcsolódik. Eddig foglalkoztunk a lakáspolitikával, kérem szépen a nézőket, hogy küldjétek most már az infrastruktúra fejlesztések témakörébe tartozó kérdéseket, és hogyha nagyon jól figyeltetek, akkor a képernyőn alul megjelent egy olyan gomb, hogy mozdulj.ahang.hu, erre azért hívom fel még egyszer a figyelmet, mert ha valaki a lakhatási válság miatt, tehát hogy azért, hogy történjen változás ebben a kérdésben, azért megy el szavazni vasárnap,
azt is megoszthatja az ismerőseivel, jótékonytahang.hu-n keresztül, szintén Messengeren, WhatsAppon, bármilyen Viberen elküldhetitek az ismerőseiteknek, hogy fontos szavazni október 13-án. Eddig lakáspolitikáról beszélgettünk Karácsony Gergellyel az elmúlt 15 percben. Most pedig áttérünk akkor az infrastruktúra fejlesztések témakörre, szintén 15 percünk áll rendelkezésre erre a témakörre. Az első kérdésem, amihez már nagyon sok komment érkezett, én most megpróbálom ezeket összevonni, az, hogy a fő pályaudvarok, például kelet és nyugati, de itt már meg is jelent a kommentek között a déli pályaudvar is, felújításáról vannak-e tervek, valamint a követ, igen, tehát hogy a, ennek a két pályázatnak a felújítására vannak-e tervek? Nézzük onnan a dolgot, hogy Budapesten egy nagyon nagy vasúti infrastruktúra van kiépítve, amely jellemzően a városon belüli közlekedés számára nem elérhető, miközben áthaladnak a városon ezek a vonatok, nincsen integrálva a városon belüli közlekedés, a vasúti közlekedés, itt rengeteg lehetőség van még szerintem, amit ki kéne nyitni. Ugye ez egy klasszikus probléma, hogy a fejpályaudvarok, amelyek kialakultak ugye a múlt század végén, azok mennyire nyúlt rajtuk túl az élet az elmúlt időszakban, és hát a kormánynak vannak nagy ívű elképzelései arról, hogy összekössék a vasúti vonalakat, és ezen keresztül tulajdonképpen megszüntessék a fejpályaudvaroknak a jelentőségét. Nekem ez egy szimpatikus elképzelés, de ha majd a 298 másik problémát megoldottunk, szerintem akkor kéne ezeket visszatérni. Én legalább annyira fontosnak érzem, hogy a városon belüli vasúti közlekedés kapcsán a legfontosabbnak azt érzem, hogy azokat a kisebb beruházásokat csináljuk meg, amelyek arról szükségesek, hogy a városon belüli közlekedés fejlesztjük. Hadd mondjak egy konkrét példát, az Ólói vasútállomás, amitől itt néhány percre beszélgettünk, ott több százer ember utazik nap, mint nap, elképesztő állapotok vannak, viszonylag kis beruházással rendbe lehet ezeket tenni, és nagyon sok még ilyen városi megállóhely vagy pályaudvar, amit rendbe kéne tenni. Nyilván ott vannak ezek a gyönyörű építészeti örökségeink, a keleti pályaudvar, meg a nyugati. Hogy ezeknek mi a hosszú távú sorsa, hogy úgy alakítjuk át a vasúti közlekedést, hogy ezek tulajdonképpen ezek a fejpályaudvarok elveszítik a jelentőségüket. Én ezt egy hosszú távú elképzelésben látom magam előtt. Én megmondom őszintén, hogy azért ez egy nagyon-nagyon távoli elképzelés, bár én is szívesen belátnék múzeumot a nyugati pályaudvarban adott esetben talán, mint a mostani funkció szerint megőrizni, hiszen a mai modern vasúti közlekedés, amely remélhetőleg a hévvel és a metró közlekedéssel jobban össze van kapcsolva, teljesen más pályaudvarokat feltételez. Én ma az elsődleges prioritásnak azt gondolom az elkövetkező 10 évben, hogy a városon belül kisebb pályaudvarokat felújítsuk. Erre egyébként van Európai Uniós támogatás, vannak jó tervek, itt haladunk előre. A MÁV ugye ez egy nagyon nehéz szereplő, egy állam az államban, rengeteg MÁV terület van Budapesten, a legtöbb illegális hulladék ezeken a területeken van, nagyon gondozatlanok, nagyon sok helyet foglalnak el, és ehhez képest nagyon keveset adnak a városnak. Tehát én a vasútra elsősorban ezen keresztül tudok nézni, és hát remélem, hogy egyszer majd lesz Budapest abban a helyzetben, hogy a fejpályaudvarok problémáját azzal megoldjuk, hogy tényleg ezeket az gigantikus beruházásokat megvalósítjuk, amelyeket a kormány állítólag dédelget, vagy legalábbis a választási kampány előtt szokott ilyeneket dédelgetni. Szerintem fontosabb Budapest szempontjából a városon belül vasúti közlekedés infrastruktúrájának a fejlesztése, az szerintem az elsődleges prioritás, mint a fejpályaudvarok felújítása. Értem, tehát ide mondjuk a kötöttpályás közlekedés is tartozik, erről már az első szekcióban, amikor a környezetvédelemről beszéltünk, volt szó, de azért szerintem az rendben van, hogy ez egy komplex és bonyolult kérdés, és a MÁV-val szemben fellépni, illetve hát együttműködni, az nem egy egyszerű dolog, de van itt nekünk egy másik és egy legalább akkora probléma, ami teljes kerületet, több kerületet is érint, az, hogy hogyan lehetne védeni a reptért, a Ferihegy. Ez egy nagy kérdés, ebben korábban is megszólaltál, reptér környékén élők értekeit, tehát hogy ott azért komoly veszélynek vannak kitéve azok az emberek, akik ott laknak, és hát nem mozdult előre ebben az ügyben semmi. Hát igen, és nap mint nap, tehát gyakorlatilag évente több mint 10% ponttal növekszik a Ferihegy repülőtér forgalma. Szerintem ez egy nagyon súlyos kérdés. Megint a polgármesteri tapasztalatomból indulok ki, mert Zuglót is nagyon súlyosan érinti, de hát itt Kőbányát, 16. kerületet, 17. 18. szintén nagyon súlyosan érinti az, hogy gyakorlatilag Magyarország légi forgalmának a 98%-a a város felett zajlik.
Ugye itt az uralkodó széljárások miatt a biztonsági előírások azt teszik kötelezővé jelenleg, hogy a város felül érkezzenek ezek a repülőgépek, és ne kerüljék el a várost. Amikor éppen arról fúj a szél, akkor mennek abba az irányba. Nekem erről nagyon határozottan az a véleményem, hogy egy nagyon rossz döntést hozott az akkori kormányzat 2006-ban, amikor privatizálta a repülőtérnek a koncesszióját, és ezáltal egy nagyon nehezen módosítható helyzetet alakított ki. De ezt a helyzetet akkor is ki kell mozdítani, és hosszú távon, hogyha ilyen mértékben növekszik a légiforgalom, és remélem, hogy lesz majd egy pont, amikor beáll, és már nem tekintjük teljesen természetesnek, hogy minden esetben a repülőgépet használjuk, és mondjuk legalább Európán belül a vasúti közlekedés versenyképességé tud majd válni, hiszen ne felejtsük el, hogy a légi közlekedésnek óriási környezeti terhei vannak. De most beszéljünk csak a légtérzajról. Ez egy városi repülőtér, ez annak épült annak idején. Kinőtte már át, és ráadásul most újabb fejlesztéseket akarnak ezen a helyszínen megvalósítani. Én ezt egy nagyon-nagyon rossz iránynak gondolom. Szerintem Budapestnek be kell arra rendezkednie, hogy létre kell hozni valahol Budapest környékén jó vasúti és autós infrastruktúra mellett egy új repülőteret, és azt kell fejlesztenünk. Budapest nem tud arra berendezkedni, hogy a teljes létérforgalma itt a 17.-18. kerületi polgárok feje felett zajlik. Ez egyszerűen elviselhetetlen károkat okoz. Nem beszélve arról, hogy ez egy óriási biznisz, és ebből a bizniszból nagyon keveset kapnak vissza a lakosok valamilyen kompenzáció formájában, de igazából az, hogy az élet elviselhetetlen, azt nem is lenne lehet kompenzálni. Tehát szerintem újra kell nyitni ezt a szerződést, le kell ülni a beruházókkal, és át kell beszélni azt, hogy hol lehet egy másik repülőteret kialakítani 40-50 kilométeres körzeten belül. Több ilyen, egyébként már létező repülőtér is adja magát, és el kell érni azt, hogy ott jó vasúti kapcsolattal lehetőleg fedarható módon jussanak be a városba az utasok. Egyébként ezt a Ferihegy kapcsán is meg kéne csinálni, és számomra érthetetlen, hogy miért blokkolja a kormány azt a projektet, amely ott van csőre tölt, Európai Uniós támogatással, hogy egy szárnyvonalat építenének a városba érkező vasútvonalról, és gyakorlatilag pár perc alatt vonattal be lehetne érni kulturáltan Budapestre, a Ferihegyi repülőtérről is. Tud ebben a leendő főpolgármester bármi lépést tenni? Hogy ez ne álljon? Hát, hogy mondjam. Szóval a főpolgármesternek sok olyan joga van, amit érdemes használni. A egyik joga például az, hogy kinyitja a száját. Tehát én az elmúlt 9 évben, amíg nem kezdtem el, például én zuglói polgármesterként nagyon erősen verni a tamtamot létező a ügyben, például abban az ügyben, hogy legalább a létező jogszabályokat tartsuk be, és az éjfél és hajnal 5 óra közötti repülőforgalmat valóban korlátozzuk arra a szintre, amit most megjelennek a jogszabályok. Utána Tarlós István is kiállt a kormányról, akkor augusztustól már nem jönnek éjszaka a repülőgépek, ugyanúgy jönnek a repülőgépek, és nem nagyon láttam az elmúlt időszakban, hogy kiemelte, vagy foglalkozott volna ezzel az ügyel. Én nagyon fontosnak érzem azt, hogy ebben az ügyben lépjünk, és én tudom, hogy kormányzati körökben van gondolkodás egy másik repülőtér lehetőségéről. Ne felejtsük el, hogy persze ez egy óriási beruházás, egy repülőtéret megépíteni, viszont a repülés meg egy óriási biznisz. És hosszú távon ez a biznisz nem mehet a Budapestben élő polgárok életminőségének a rovására. Hát igen, a másik ilyen nagyon fontos dolog az például, ha már biznisznél tartunk, akkor ez a parkolás, és érkezett egy olyan ennél egy kicsit konfrontatívabb kérdés, hogy parkolás ügyben miért tartózkodtál a saját előterjesztésedtől? Most már túlmentünk a... Igen, erről nagyon sokat beszéltem, elmondom szívesen újra. Ugye egy közbeszélési eljárásban az ember nem a saját előterjesztését viszi be, hanem a döntőbizottságnak a javaslatát viszi be, amely javaslata, én aztán nem értettem egyet, és sajnos a létező két cég közül az egyik visszalépett, tehát ott álltunk egy darab céggel, amikkel az önkormányzat leszerződött. Ez ugye a múlt, ami a közelmúlt viszont az, hogy sikerült minden olyan szerződést, amely az én támogatásomat egyébként nem bírta, de más pártok itt igen, ezeket a szerződéseket lezárni, és kialakítani egy olyan parkolási rendszert, amely ma Budapesten belül az egyik legköltséghatékonyabb. Bármit hazudnak az ellenfeleim, napi 1 millió forint nyereséget hoz a kerületnek, és egyébként az is része ennek a rendszernek, hogy Zugló az egyedüli olyan kerület, semmelyik más kerületre ez nem érvényes,
akinek olyan automatái vannak, amelyek azonnali információkkal rendelkeznek a bennük lévő pénzösszegekről. Tehát magyarán lopásbiztos gépeink vannak, amiket bármikor be lehetne kötni a NAV-hoz, hiszen ez egy jogos igény, hogyha egy taxiban kell online pénztárgép, akkor egy parkolórában minél több millió forint van, ott megmérnem kell. Tehát én a magam részéről azt gondolom, hogy a politikai ellenfeleim a Fidesz részéről egy olyan folyamat kapcsán kritizálnak engem, ahol a kritika az arról szól, hogy én miért nem voltam elég vehemes az ő szándékaikkal szemben. Szeretném jelezni, hogy elég vehemes voltam. A Fidesz minden megakadályozott ebben, ehhez képest 3 hónapja működik a zuglói parkolás a saját üzemeltetésben, és az általam ismert adatok alapján az egyik legköltséghatékonyabb rendszer egész Budapesten, és nagyon komoly bevételt hoz a kerületnek. Ha már a parkolással menjünk egyel tovább, szerintem, ez fontos volt tisztázni, hogy kellene változtatni a külvárosi részek alvóvárosi jellegén, ez a következő kérdés, ha igen, akkor hogyan tennéd ezt? Arról beszéltél, hogy az infrastruktúrát változtatnánk, tehát teljesen egyértelmű volt, pedig egy kapcsán történetére, de mit lehet a külső kerület infrastruktúrája, a külső kerületek infrastruktúráján fejleszteni? Hát nagyon nagy az egyenlőtlenség, tehát sokkal rosszabb állapotok az utak, sokkal rosszabb állapotú a közlekedési infrastruktúra a peremkerületekben, mint a belvárosban. Az egyik az, általánosságban szeretném azt, az fontos lenne elmondani azt, hogy Budapestnek van egy nagyon rossz adottsága abból a szempontból, hogy a peremkerületek azok nagyon kevés szolgáltatást tudnak helyben nyújtani. És nincsenek kerületi városközpontok, amelyek ki tudnák elégíteni azokat az igényeket, amelyek a minden polgár számára fontosak. És egy olyan várospolitikát kéne csinálunk, ami hosszú távon csökkenti a mobilitási igényeinket. És a peremkerületek azok nem alvó kerületek lesznek, hanem olyan kerületek, ahol van egy városközpont, ahol van egy sűrűsödés a különböző funkcióknak. Itt mi 5 évig, én 5 évig, de az elődjeim meg sok évben keresztül küzdöttek a Bosnyák téren rendezés érdekében. Most itt úgy tűnik, hogy lesz majd megállapodás, és például a Bosnyák téren, vagy Zuglóban tudunk csinálni egy városközpontot, de a legtöbb külvárosi kerületnek, vagy peremkerületnek nincsen ilyen városközpontja, és egy olyan politikát kéne csinálunk, ami ezeket erősíti, és oda visz jó minőségű kötött pályás közlekedést. Ez nagyon fontos, mert hogyha egy ilyen lepényszerűen elterülő városban élünk, ahol nincsenek olyan sűrűsödési pontok, ahol a különböző a munkahelyek, a szolgáltatások, kereskedelmi szolgáltatások, közigazgatási szolgáltatások nem érnek össze, akkor rengeteget kell a városban közlekednünk, adott esetben feleslegesen, és a helyi kerületeknek a saját identitását is erodálja az, hogy nincsen egy városközpontjuk. Ez nyilván ez egy városstratégiai kérdés, de azért az nagyon fontos, hogy a város azt hosszú távon tervezzük, hiszen a város egy nagy rendszer, egy nagy hajó, amit nem lehet egyik napra a másik irányba elrángatni. Ehhez képest szükség van arra, hogy egy nagyon okos építkezésekkel, sok-sok szabályozóval a város szerkezetét ilyen módon változtassuk meg. Úgyhogy rövid távon pedig az van, hogy egyszerűen Budapesten a peremkerületekről megfelelkezett a főváros. Azokban a peremkerületekben vannak jellemzően fejlesztések, még csak nem is, ahol fideszes polgármester van, mert ez önmagában semmire nem garancia, hanem ott, olyan nagyon erős kutyák határozzák meg a helyi döntéshozókat. Például a főváros útfelújítási alapja az nyilvánvalóan nem szakmai alapon dől el, mert a szakmai alapon dőlne el, akkor mondjuk a Nagykörösi út a 18. kerületben, vagy a Vezérút a 14. kerületben már rég felett volna újítva, ehhez képest más kerületeknek a kevésbé forgalmas vagy kevésbé rossz állapotban lévő útjait újították fel az elmúlt években. Zuglóban az elmúlt 9 évben, miközben már forgalmi útjaink vannak, leszámítva a Hungária körútat, amely nem szorosan a kerülethez kapcsolódik, egyetlen egy újfelújítás sem volt a fővárosi tulajdonú területeken. Azt gondolom, hogy ezzel változtatnunk kell. És ha már... Hát leginkább úgy, hogy igazságosan osztja. Ha nincs is elég pénz erre, mert azt én nem tudom ígérni, hogy a főváros hirtelen sokkal gazdagabb lesz, mint most, de akkor legalább igazságosan osztjuk el ezeket a forrásokat, és nem az van, hogy akkor, és most direkt nem mondok kerületnevet, de bizonyos kerületekben minden út felújítva, más kerületekben meg egyik se. És ha már útfelújítás, akkor nyilván az útfelújítások kapcsán, főleg a peremkerületek és a belváros viszonylatában ki kell alakítani kerékpársávokat. A kerékpáros közlekedés legfontosabb akadálya ma az, hogy az igazából átütő mértékben tudjon növekedni, az, hogy gyakorlatilag a külváros, a külkerületekből a belvárosba nagyon nehéz bejutni biztonságosan. Az úthálózat átalakítása kapcsán bringasávokat is, vagy bringautokat is létre kell hozni.
Jó, ez érinti a teljes Budapestet, és akkor térjünk vissza a peremterületekről egy kicsit arra, hogy mi történik az egész városban. Ismét nézői kérdés, hogy támogatod-e azt, hogy Budapest 2032-ben olimpiát rendezzen? Akkor még egy nagy kérdés a végére. 2032-ben? Hát nem. Szerintem nem fogott tartani ez a város, hogy egy ilyen dolgot be tudjon vállalni. Sajnos, hogyha így megy tovább, és nem akadályozzuk meg, akkor persze az olimpiai infrastruktúrák meg lesznek. És akkor már ez a kérdés lehet, hogy máshogy merül föl. Ha mondhatok valami unikálisat itt. Én egyébként azt szeretném, hogyha Pozsony, Bécs és Budapest egyszer közösen rendezne az olimpiát. Az pedig nagyon menő lenne. Ezek a városok valaha egy nagy állam részesei voltak, tök közel vannak egymáshoz, mindenáron csodálatos hely, és talán egyharmad olimpiát még Budapest is el tud viselni. Egyharmad olimpiát, tehát ez a terv. Jó, rendben. Viszont vannak másik is nagyobb tervek, ennél nagyobb tervek. A zöld területeknél már volt, tehát a környezetvédelemnél volt egy kérdés, amit mondtam, hogy majd ebben a szekcióban teszek fel. Az pedig az volt, hogy a zöld területek védelme érdekében leállítanád a folyamatban lévő káros beruházásokat. Tehát ez például, ez ma különösen aktuális kérdés, amikor kiderült, hogy a budapestiek 62%-a szerint le kellene állítani a Liget projektet. Szerinted ez leállítható még? Mit tehet a leendő főpolgármester ebben a kérdésben? Szerintem le kell állítani a Liget projektet. Nyilván úgy kell állítani, hogy ott állítsuk le, és azt, amit tényleg le kell állítani. Tehát, és ez ilyen szempontból fontos tudni, hogy a legnagyobb épületeket, hál' Istennek, ugye el se kezdték még építeni. A Néprajzi Múzeumnak a mélygarázsa az épül. Hát, ha megállunk egy ponton, akkor lesz ott egy nagy mélygarázs, és akkor a tetejét majd füvesítjük. És a Nemzeti Galéria, ami a leginkább vitatható elem a Liget projektnek, a szerencsére még nem tart sehol. Sajnos van építési engedélye, egy ideig nem volt még az se, akkor nagyon föllelkesedtem, hiszen az építési engedélyek alapját a fővárosi közgyűlés által megalkotott városi építési szabályzat adja, és ezt a szabályzatot lehetne úgy módosítani, hogy ezek az építkezések nem menjenek tovább. Jelenleg vannak építési engedélyei, ezzel együtt is a fővárosnak szerintem minden eszközével egy olyan kompromisszumot kell elérni a Liget projekt kapcsán, ami mindenkinek jó, a budapestieknek biztosan. Például az új játszótér, amit átadtak, nem láttam még személyesen, de láttam volna a fotókat, biztos nagyon szuper, meg az Olapálma ház, meg a múzeumi épületek, ugye a Liget szélén lévő Néprajzi Szépművészeti Múzeum felújításának nagyon örülünk, szerintem a Vajdahunyadvárát szintén föl kéne újítani, tehát a meglévő épületek felújítása az egy helyes cél, a park megerősítése, megújítása, adott esetben sportfunkciókkal való bővítése szintén nagyon szuper, de ennek semmi köze ahhoz, hogy új épületeket is bezsúfoljunk ide, és főleg azt mondom, a Nemzeti Galéria megépítése a Városligetben az egy kifejezetten drámaian rossz döntés, elköpesztő forgalmat fog generálni a Ligetbe, a Liget megszűnik Ligetnek lenni. Tehát onnantól kezdve a Városliget az nem egy park lesz, amiben vannak épületek, hanem egy múzeum negyed lesz, ahol van park. És a kettő nem ugyanaz. Ez teljesen egyértelmű. A utolsó kérdés és egy utolsó szekció, most lezárjuk az infrastruktúra fejlesztések részt, de ehhez kapcsolódóan még jött egy kérdés, és arról beszéltünk is, hogy a végén feltennénk néhány egyéb kérdést. Egy kérdezünk kérdezi, hogy vállalod-e, hogy megválasztásod esetén a főváros összes tarlós ismendején kötött és október 14-től kötendő szerződését teljes egészében nyilvánosságra hozod az interneten. Ez kapcsolódik ahhoz is, amit szerettünk volna mi is az a hanggal kérdezni, hogy mit teszel majd annak érdekében, hogy átlátható legyen az önkormányzat működése. Ugye mi egy online platform vagyunk, úgyhogy minket elsősorban az érdekelne, hogy milyen online eszközökkel tervezed segíteni a főváros döntéseinek és beruházásainak átláthatóságát. Nagyon fontos kérdések. Egyrészt természetesen vállalom. Ma egyébként is sajtótájékoztatón beszéltem is erről, és megint tudok zuglói példára hivatkozni, hiszen az zuglói önkormányzat első döntése, a legelső döntése, azaz ez a minimum programnak a megvalósítása volt, tehát az átláthatósági rendet elfogadása volt az első döntés, amit meghozott a testület, amelynek az értelmében az elmúlt 5 év, tehát az én polgármesteri ciklusom előtti 5 év összes szerződését, nem csak önkormányzat, hanem önkormányzati cég által kötött szerződését kiraktuk az internetre, méghozzá kereshető formában, ezek jelenleg is megtalálhatóak a zugló.hu oldalon, és természetesen nem csak a múltat dolgoztuk föl, hanem a jövőre nézve is
kötelezővé tettük minden önkormányzati intézmény, cég és maga az önkormányzat számára is, hogy minden szerződése nyilvános legyen, méghozzá még egyszer mondom, kereshető módon, tehát megfelelő módon vannak ezek beszkenelve és föltéve az internetre. Ezt természetesen vállaljuk a főváros esetében is. Nyilván itt egy elképesztő nagy szerződés állományról van szó, de az a legkevesebb, hogy ezeket szépen elővesszük és átnézzük, természetesen publikáljuk is, és egy jogi munkacsoport ezeket a szerződéseket át fogja nézni, annak érdekében, hogy ha bármilyen dolgot találunk, ami vitatható, akkor megtegyük a szükséges műtető jogi lépéseket. Ugyanezt tettem Zuglóban is, tehát számos feljelentést tettem, voltam kénytelen tenni az elődöm viszonylag dolgaival kapcsolatosan. Úgyhogy ez az egyik része. A másik része az, hogy az átláthatóság az egy nagyon fontos pillér, de valójában ugye ezt is azért csináljuk, hogy bevonjuk az állampolgárokat, és itt azt gondolom, hogy azokat a nyugat-európai, főleg a madridi példát érdemes figyelembe venni, ahol gyakorlatilag egy folyamatos online konzultáció történik a város és a polgárok között. Ennek a tapasztalatait szeretnék átvenni, ez egy nyílt szoftver, tehát tulajdonképpen fogjuk ezt majd tudni használni, és minden lehetőség szempontból nem csak online, de offline módon is az önkormányzatot szeretnék úgy átalakítani, hogy a polgárok azt számukra szükséges információkat meg tudják szerezni. Szeretném átalakítani magának a fővárosi önkormányzatnak az épületét is, abban az értelemben, hogy ma ez egy zárt épület, ami elzárkózik az állampolgároktól. Én azt szeretném, hogyha kinyitnánk a falakat, a park lenne a mai parkolóhelyén, és az önkormányzati épület földszintje az egy olyan tér lenne, ahol a város fontos projektjeit meg lehet nézni, ahol kim van egy városmakett, minden nagy beruházásnak kim vannak a dokumentációi, és ahol civil szervezetek kapnak helyet ahhoz, hogy a város munkáját segítő módon bekapcsoljanak a helyi közügyekbe. Tehát offline és online módon is a legnagyobb nyitottságot és részletességet szeretnék érvényesíteni, ami Magyarországon nagy szónak tűnik, de hát Nyugat-Európában minden város így működik, hál' Istennek. Köszönjük szépen, ez nagyon jól hangzott. Most lejárt sajnos az adásidőnk, és egy órában egyeztünk meg. Feltettük a legtöbb kérdést, de nagyon-nagyon sok kérdés van még szerintem a nézőkben, amit szívesen feltennének. Van-e valami lehetőség arra, hogy elérjenek a későbbiekben? Hát én nem tudom, hogy ezek a kérdések, amelyeket én most itt is látok, ezek meddig elérhetőek, szívesen válaszolom. Az adás elérhető, tehát hogy ez, ahogy most lezárjuk. A kollégáimmal szépen megválaszoljuk az összeset az elkövetkező nem néhány percen belül, mondjuk egy-két nap, mondjuk a választás előtt még mindenképpen igyekszünk minden kérdésre válaszolni. Ez nagyon fontos lenne szerintem a nézőinknek is, illetve mindenki, akin annak is... Nagyon lelkesek. Azok is, akik nem. A Facebookon is egyébként láthattátok a kedves nézőink, vagy láthattak a kedves nézők az adást, ott is, hogyha a kommentekre megpróbálunk mi is az a hanggal munkatársaimmal válaszolni, illetve még egyszer szeretném elmondani így az adás végén azt, hogy a mozdul.ahang.hu keresztül, akinek az infrastruktúra, illetve a fejlesztések témakörön belül feltett kérdések miatt fontos az, hogy elmenjen szavazni vasárnap, az szintén meghívhatja az ismerőseit, illetve elmondhatja az ismerőseinek, hogy ő is elmegy szavazni, mozdul.ahang.hu, ez mobiltelefonról működik, és kérjük mindenkit, hogy minél többen használjátok. Gergely, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk, köszönjük a lehetőséget, és reméljük, hogy fogod használni az online fogadó órát, az elején azt mondtad, hogy ez elképzelhető, úgyhogy várjuk akkor majd a fejleményeket. Köszönjük mindenkinek, hogy velünk voltatok. Az adást megnézhetitek. Elnézést, még egy szolgálati közlemény. Az, hogy kérjük, aki velünk volt az adás alatt, az figyelje az e-mailjét, mert szeretnénk, hogyha értékelnétek ezt az adást. Tehát küldünk nektek majd egy levelet, ahol értékelhetitek a fogadó órát. Köszönjük. Sziasztok! Sziasztok!